nem egy modern előadás részletét láthatjuk, hanem épül az új színpad a Topolyai Művelődési Házban. A felújítás egy éve kezdődött, most már csak a finom munkálatok és a berendezés van hátra a megnyitóig. A színház 230 férőhelyes lesz, és alkalmas vendégelőadások fogadására is. Igazából az az első, amikor bemutatnak Vajdaság hivatásos színházaiba egy darabot, akkor nem is igazán az anyagiak érdekelnek bennünket elsősorban, természetesen az is, hanem hogy színpad technikailag kivitelezhető-e a Topolyai moziteremben, és azért nagyon-nagyon kevés most az, amelyet el tudunk idehozni Topolyára, és itt vendég szerepelhet. Az új színház multifunkciós lesz. Előadások mellett különféle rendezvényeket, például bálakat és konferenciákat is lehet majd itt tartani. Az épület felújítása körülbelül 30 millió dinárba kerül. A tervek szerint márciusban, de legkésőbb júliusban kerül sor az átadásra.